245 mb 1 es meccsen 45 gólt szerzett, és több nagy múltú csapatnál is letette a névjegyét. A profi évek után viszont csak fél lábbal maradt a labdarúgásban Kulcsár Tamás, akit nagy szeretettel köszöntünk az 1 az 1 egyben. Üdvözöllek én is. Na hát akkor kezdjük azzal a részével, ami még jelenleg szorosan köt téged a futballhoz. Az Unió csapatával vezetitek a BLS 1-es bajnokság tabelláját. De ez így van. Hát nem is tudom, hogy ezt melyik oldalára közelítse meg. Egyfelől ez egy nagyon nagy dolog szerintem, hogy, hogy, úgy néz ki, hogy itt is tudunk bajnokságot nyerni. Másfelől viszont egy picit én mindig el szoktam mondani, hogy, hogy kicsit fura, és nem le degradálva a többi csapatot, de azért a többi csapat többnyire 18-20-25 éves játékosokból áll, és azért ez a blasz egy, már nem, nem, olyan, mint régen volt, hogy az úgynevezett pocakos liga. Szóval itt azért olyan utánpótláskorú játékosok játszanak, akik a, a komoly nagy csapatok akadémiáról kerülnek ki, valószínűleg amiatt, hogy, hogy az, az már látszik, hogy, hogy első osztályban nem fognak tudni játszani. Viszont ez egy jó lehetőség nekik, hogy felnőtt bajnokságban tudnak játszani. Valaki gondolom egyetemre jár, viszont, viszont minden nap edzésbe van. Vannak. Itt is azért már elég komoly dolgok vannak, tehát a polárórától kezdve a masszőrig, ilyen edző, olyan edző, és azért elég neves edzők vannak a, a, a budapesti első osztályban, a most pont találkoztam a, a az Ikarusznál, ugye a mi edzőnk is, a Szabó Andris Vöribá, ő is azért, azért nagyon nagy nevű, régmúltú játékos, úgyhogy, úgyhogy fejlődik ez a bajnokság, és ugye a, a mérlegnek a másik oldala az pedig az, hogy hát mi már nem vagyunk fiatalok, és van szerdán egy edzésünk, amikor többnyire ugye csak játszunk így egymás között. Szóval, hogy nem is tudom, hogy azt mondjam, hogy ez a mi sikerünk, vagy a fiatalság kudarca. Ez egy Cvitkovics, Péter, Melcer, Vilmos, Szekeres Tamás vagy Grúz Tamás, mind, mind olyan név, akik ismerősek lehetnek azoknak, akik szeretik az mb 1 et Mondhatjuk, hogy akkor ez egy klasszik öreg fiúk csapat? Hát nem, nem, nem mondhatnám, mert azért pont emiatt, amit az előbb elmondtam, azért ki kellett egészülnünk fiatalokat, tehát jó lett így a kohézia, a fiatalabbak is az öregebbek között. Viszont ez a, ez a, ez a csapat, ez egy nagyon, nagyon nagy, nem, nem is így akarom mondani, nagy múlt, hanem régóta létező ö, csapat, azt hiszem talán 27 éve ö, létezik, és azért itt előttünk is megfordultak, akár sokkal nagyobb nevek is, tehát válogatott. Ö, még talán világválogatott játékos is, én úgy tudom, hogy a, 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 Döme is játszott ebbe a csapatba, de a sorolhat nem, tehát el se kezdem, mert, mert többnyire ez a kiöregedett, volt mb 1 volt válogatott játékosok alkotják, és most kiegészültünk ö, ö, fiatalokkal is. Te hogyan kerültél ide, mert ugye az akkor mb 2 es Budaörsből igazoltál ehhez a csapathoz, és ha jól tudom, akkor nem csak a futball volt a szempont, amikor ezt az egyesületet választottad. Így van, azt megelőzem már az el, azt megelőző két évben már azért az Azért nagyon elkezdett érdekelni, hogy mi leszek, ha nagy leszek. És akkor ez már a Vasasnál elindult, azt hiszem 2000. Hú, évszámokban nem vagyok annyira jó, de a, tehát a Vasas után elmentem még első osztályba az MTK-ba, 37 éves voltam, tehát relatíve el, el, el tudtam húzni ezt a, ezt a, a kort, így sérülések elkerültek és akkor volt az, hogy már nagyon-nagyon a tendáltam, és gondolkodtam rajta, hogy, hogy tényleg mit kellene csinálni, de akkor még jött egy ilyen lehetőség, ugye a kisbogesszel egy csapatban voltam az MTK-ban, és akkor az apukája pedig felhívott, hogy lenne kedvem még budajosan játszani, mondtam, hogy természetesen, még azért érzek magamba annyi erőt, de ott volt egy olyan pont, hogy előtt a Budajos nem volt soha edzőtáborba, amikor én oda kerültem, elmentünk Szlovéniába, Törökországba, és pont már amiatt választottam volna ezt, hogy budapesti csapat, család, hogy minél kevesebbet kelljen utazni, hát ehhez képes kétszer elmentünk külföldre edzőtáborba, és ott volt egy ilyen pont Törökországba, hogy 38 voltam már, azt hiszem, hogy, hogy Úristen, én mit keresek itt, tehát a, a, egy más osztályú csapattal, ahol előtte voltam, nem tudom, 15-ször a MTK-val, Debrecen-nel, Videoton, még talán a lengyel csapattal is voltam, ö, és ez egy ilyen felismerés volt, talán az volt így az első pont. És én onnan haza is jöttem, és akkor a, a Szabó Tibi ö, barátommal, aki a mindenkori, ö, hát igen, ez, a, ez, 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 jobban hangzik így, hogy a, hogy a barátom, de közben ők voltak a menedzsereim a, a Filipovicsa, és tényleg ez többnyire inkább barátság volt, mint ez a munkakapcsolat. És akkor mondta, hogy gyere már le az Uniónba, itt játszok én is. Tényleg őt például kihagytuk a felsorolásból, pedig egy nagyszerű futbolista volt. És, és akkor lejöttem így edzeni, elmondta, hogy, hogy mi tulajdonképpen ez, a, ez az Unión, és és akkor így úgy gondoltam, hogy tök jó lenne ezt így összekötni a munkát még egy kicsit a sporta, és hát van nekünk egy egy elnökünk, ugye a, a, a Ser Sándor, a, a market vezér, aki, aki azért nagyon sokat segít most is, és segített régebben is a, a, a focista karrier utáni átmenetben nagyon sok játékosnak, és leültem vele beszélgetni, és akkor azt, azt mondta, hogy hogy mi lenne, hogyha maradnék ennél a csapatnál játszani, és elkezdenék dolgozni a harmadik kerületi tv nél Nézzük. mert ugye te diplomáztál, ezt nem biztos, hogy mindenki tudja rólad, és hogy ezt tudod most például a harmadik kerületi TVN-nél kamatoztatni. Arról mesélsz egy picit, hogy milyen tanulmányokat végeztél, illetve hogy hogyan tudtad ezt folyamatosan összeegyeztetni a focival, és hogyan lebegett az a szemed előtt, hogy majd a visszavonulás utáni években hogyan fogsz boldogulni. <laughs> Igen, ez azért, azért, nehéz, mert tanítói diplomám van, illetve sportedző diplomám, ott inkább még, a, még a, tehát az volt előttem, hogy valószínűleg a sportba fogok maradni, de inkább már ez a menedzsi, vonal érdekelt volna jobban. Hát a tanító diploma szerintem az mindig jó jön, hogyha akár a az embernek gyerekei vannak, tehát ez a pedagógusi vonal, ez, ez, ez szerintem egy jó kiindulási alap lehet bármiben, viszont amikor ez a, erre a beszélgetésre sor került, akkor akkor nagyon nem tudtam ezeket a diplomákat úgymond kamatoztatni, hiszen tudjuk, hogy a, a market az az építőiparról szól, ugye a sportban annyira nem volt az bennem, hogy én most edzősködni szeretnék, amúgy azt hiszem, a céli az az megvan, de pont amikor azt csináltam, akkor jöttem rá, hogy hogy nem, én ezt az életet nem akarom tovább vinni ezt az edzői dolgot, hiszen az számra ugyanaz, mint, a, mint játékosként, tehát a hétvégék elmennek, nem tudsz a családdal lenni, stresszelsz, megfelelés, ez ebből így, így egy életre elég volt nekem, és, és akkor döntöttünk úgy, hogy akkor maradok itt, megnézzük, hogy az akkori sportigazgató mellett megnézzük, hogy, hogy mit, mit tudok ebből profitálni, és azóta eltelt így két és fél év, kellett ennyi idő ahhoz, hogy hogy abszolút látszódjon, hogy mi az, amiben én jó vagyok, és mi az, ami hozzám testhez álló, és most egy ilyen pénzügyi területen dolgozok, számlákkal foglalkozok, szerződéseket írok, tehát igazániból az, a, hogy is mondjam, jobban érdekel egy, egy egyesületnek a működése ügyvezetői szempontból, mint sem a, a a sportszakmai rész felől. Nyilván azokat is látom, de, de ez a része egy jobban érdekel. Rengeteg dolgot kell még tanulni, de úgy érzem, hogy így meg, megtaláltam ezt a helyet. Sőt, az sem példa nélküli, hogy valaki játékos múltal ügyvezető lesz egy klubnál, úgyhogy ezt az utat sem vágtad el magadtól. Mi volt a, még az aktív évei során, illetve a profi évei során, mi volt az első olyan aha pillanat, amikor azt gondoltad, hogy na most, most örülök neki igazán, hogy előre terveztem a labdarúgás utáni korszakra nézve. Ha volt ilyen, persze. Hú, ez nehéz kérdés. Szerintem nekem ilyen nem volt. Szerintem ilyen nem volt. Alapján éve egy olyan típusú ember vagyok, aki így a holnapjára is felkészül, de szerintem a következő órámra is. Szóval, hogy elég precíz embernek tartom magam. Talán pont azért tudok ezen a pénzügyi területen maradandót alkotni. Én mindig előre gondolkodtam. Tehát én, én labdarúgóként sem úgy éltem, hogy hogy akár a keresetemet elszórtam, vagy, vagy, mint ahogy említettem már neked, én, én Debreceni srác vagyok, lakótelepről érkeztem, szóval nekem így azt gondolom, hogy a szüleim ezt így jól megtanították, hogy hogy kell beosztani azt, amink van. Én mindig is úgy érzem, hogy jól sárfálkodtam ezzel, úgyhogy, úgy, nyilván próbálom majd ezt átadni a, a kislányomnak is, de úgy gondolom, hogy ilyen téren velem nincs probléma. Még sok évvel ezelőtt Kabát Péter arról beszélt egy interjúban, hogy szerinte a focisták, illetve az élsportolók sokszor burokban nőnek fel, mert kezdve a sportorvosi ügyintézéstől mindent elintéznek helyettük a civil életben is. Te is nagyjából ez a generáció vagy, te ezt hogyan érted meg, vagy osztod -e ezt a nézetet? Osztom abszolút, hiszen a Petivel voltunk mi azért közös burokban is, tehát voltunk csapattársak, szobatársak, úgyhogy, úgyhogy igen, abszolút osztom, a gondolatát, Ez később azért elég nagy probléma tud lenni az átmenetnél. És itt nem csak a labdarúgásról beszélek, hanem az élsportról, de a labdarúgáson belül is mehetünk itt nagy csapatokhoz, nagy komoly múltú játékosokhoz, akiknél ugyanúgy probléma például a, 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 ebből a burokból való kiszakadás a, a civil élethez, életbe, hiszen rengeteg olyan dolog, ami akkor vagy azelőtt könnyebben ment, nagyon jól mondta a Peti, akár, hogy ó, szaladjunk már be az orvoshoz az nézze már meg ezt, vagy csináljunk már gyorsan egy MR vizsgálatot, vagy egy CT-t, felhívom a dokinkat. Szóval, hogy, 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 minden olyan adott volt. Ez egyfelől azért rossz, mert a civil életben nagyon türelmetlenné válunk emiatt, ugye akkor meg volt adva nekünk minden, most pedig ugyanúgy várakozni kell, és, és azért az ember próbáló feladat, hogy nyilván a személyiségeneten is változtatni kell ezen, hogy most ugyanúgy válnot kell de de igen én ezzel kapcsolatban azt szerettem volna elmondani hogy nagyon nehéz ebből a burokból való Való kiszállás, hiszen nem is, a, nem, nem, nem is maga csak a burok, hanem megszokod azt, hogy foglalkoznak veled az emberek, közszereplés, válasz, nekem nem mondja senki, hogy nem olvassa magáról a cikkeket, jó és rossz hozzászólásokat. Nyilván nagyon fontos a, a visszaigazolás. És hát ebbe, ez annak idején rossz hatása volt, ha például láttam mondjuk egy újságban egy rossz osztályzatot egy adott meccsetre, persze, vagy egy keményebb kritikát. Persze, persze, én, én ezzel foglalkoztam. Lehet, hogy van olyan, aki nem, és az a jó, aki nem de én egy lelkisebb típusú játékos voltam, pont ezért jöttem ki jól olyan, azért említettem az előbb a pedagógiát, mert szintén csak olyan edzőkkel tudtam jól dolgozni és teljesíteni neki, illetve a csapatnak, akinek van gyakorlatilag pedagógusi végzettsége. És, és visszatérve erre, hogy nagyon nehéz így kiszakadni, mert itt már nem is a, az anyagiakról van szó, tehát hogy rengeteg olyan játékos van, sportoló, külföldön meg talán még több, akik, akik elég komoly egzisztenciára tesznek szert anyagilag, de nem, nem, egyszerűen nem tudsz minden nap vagy minden évben folyamatosan utazni, elmenni, kávézni, mert egyszer csak azt érzed, hogy ahogy jönnek az új generációk, egyre inkább nem vesznek téged észre, nem ismernek fel, nem kapod meg azokat a külső hatásokat, amihez te nap mint nap hozzá voltál szokva, meg volt a napi rutina hogy kelsz, hogy edzel, mit eszel, mit iszol, mikor alszol, és uh, igazán hogy ilyenkor meg felborul minden. És ezért van az, hogy még egyszer hangsúlyozom, hogy itt már nem a pénzről van szó, hogy nem tudod megtenni, vagy, vagy, ha, ha, hanem tényleg inkább az, hogy hogy pont nemrég olvastam, ugye az Iniesta is küzdött mentális problémát, tehát hogy rengeteg sportolónál, és még egyszer mondom, nem csak labdarúgóknál, a Katinkát is olvastam, hogy neki is volt egy időszaka, tehát hogy nagyon, tényleg nagyon nehéz a váltás. Én, én talán így erre mennék rá leginkább így a az MLS helyébe, vagy, vagy, vagy tényleg erre, erre valami olyan programot kialakítani, ami nem csak abba segít, hogy nevelünk ezer edzőt. Tehát, hogy mindenki nem tud edző lenni tehát abból tényleg Dunát lehet rekeszteni, ami tök jó, mert amúgy nagyon jó edzőképzésünk van, csak hogy valami más, más opciót is kéne adni a mostani játékosoknak, vagy akár már a, az én generációmtól kezdve. Talán az előttem lévőknek meg még nehezebb volt, mert ők még sajnos azt az egzisztenciát sem nagyon tudták megcsinálni, hiszen tudjuk, milyen különbségek voltak régen, és, a, és most a, a, akár a fizetésekbe. Ugye te ebből a szempontból ellent példa vagy a civil végzettségeidokán, viszont ha valaki befejezte a karrierjét, és mondjuk adott esetben mellette nem készült párhuzamosan arra, hogy a futballon kívül kezdjen életet, de mondjuk ott, te is mondtad, esetleg nem jut hely neki, akkor már késő is váltani, vagy szerinted van még ott bármilyen menekülő út, ha lehet így mondani? Hát azt szokták mondani, hogy soha nem késő váltani, de, de én mondjuk azt tudnám tanácsolni, hogy, hogy mielőbb kezdjenek el gondolkodni a, a, játékosok abban, hogy mi, mi az, ami valóban őket vonza. Tehát, hogy ne csak az legyen a, a szemük előtt, hogy majd én valamikor edző leszek, akár az utánpótlásban, akár felnőtt képzésben. Mert mondom, tehát, hogy van olyan lehetőség is, hogy tényleg név nélkül, hogy, hogy megkapja a lehetőséget, igen, ő tényleg azt szerint nagyon elhivatottnak kell lenni, tehát tényleg ugyanaz az életvitel. Ugye pont előttem a, a, a Csizivel beszélgettetek, őt is látod, megkérdeztem, sokkal nehezebb szerintem edzőnek lenni, mint, mint játékosnak, viszont aki meg erre hivatott és jól csinál, annak viszont annak kell lennie, hiszen neki akkor valószínűleg az az életútja. De nem is tudom, szóval ne, ne, nehéz témakör. Nekem, nekem szerencsém volt ezzel kapcsolatban, hogy, hogy bejött az életembe ugye a, a, az elnök úr, és valamilyen szinten így tudott így, így utat mutatni. Ha már akkor egy picit elsodródtunk a focitól, akkor zárjunk is ezzel. Milyen civil tervek állnak most előtted, vagy az öt év múlvai kulcsártamást hol képzeled el? Hát talán már most egy kicsit tisztábban látom, mint egy pár évvel ezelőtt. Én, én most nagyon nagyon jó helyen vagyok, nagyon szeretek itt dolgozni, szeretem a munkámat, nagyon szeretem a kollégáimat. Az sem mindegy amúgy, hogy, hogy milyen helyen dolgozol. Hál' Istenek, itt házon belül is ha maradunk így a csapat szónál, egy nagyon jó csapatunk ö, alakult ki. Én mindenképp úgy látom magam, hogy ö, hogy ezen a területen, amin most vagyok, ö, ezen még, még, még tovább ö, fejlődni. Ö, nagy terveim között nincs, hogy én ö, elmennék máshova, vagy, vagy ez vagy azt szeretnék lenni, egyelőre végzem a, a munkámat. Most jutottam már el odáig, hogy ebbe a munkakörbe szeretek, szeretnék ö, fejlődni, és ö, Ráadásul nagyon közel lakok ott, ahhoz, ahol, ahol dolgozok. Úgyhogy nekem most így, abból a szempontból így kerek az életem, hogy jó helyen vagyok, a, a, a család is támogat, rendben van. Úgyhogy én nagyjából ugyanígy látom magam öt év múlva, legfeljebb egy picit nagyobb tudással. Akkor ehhez kívánunk neked sok örömöt és még több sikert. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen.